Gyöngyösen szerezne országgyűlési képviselői mandátumot a 2026-os választásokon von a Gábor a második reformkorpárt elnöke. A politikus szerint a kormányváltás lesz a választás tétje. Ennek kihívásairól kérdezzük Vona Gábort. A második reformkor párt elnökét jó estét kívánok. Köszöntöm. Ugye tegnap jelentette be, hogy egyéni képviselő jelöltként indul 26-ban, Gyöngyösön. Miért döntött így? Miért jelentette ezt most be viszonylag korán? Hát azért döntöttem így, mert az elmúlt éveket végigkövetve, ugye én 22-ben nem indultam a, a választásokon, nem vettem részt a pártpolitikában, előtte viszont indultam, és azt látom és azt tapasztaltam, hogy nem nagyon épült fel olyan ellenzéki. Karakter ellenzéki arceben, a heves kettes választókerületben, vagy a gyöngyös központú választókerületben, aki ö, kihívója tudna lenni a Fidesznek. Pedig a választás 2026-ban is az egyéni választókerületeken fog múlni, és különösen a vidéki, úgymond csatatér választókerületeken, ahol eddig nem sikerült a Fidesz megverni, most 20 ban meg kell, és én erre a feladatra jelentkeztem. Miért gondolja, hogy meg tudná verni? Ugye indult 10-ben, 14-ben, 18-ban, mondjuk 18-ban a jobbik elnökeként, hát a jobbik egészen más állapotban volt, mint most. Én nem esküszöm meg rá, de hogy 20% fölött volt, az szinte biztos. Jól emlékszem. 18, a jobbik 20%, 20 fölött fölött volt? É, 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 tehát egy nagy pártnak én... volt, mondható, és nem sikerült a győzelem. Mitől hmm. sikerülne most 26-ban? Ez az éremnek csak az egyik oldala, de azt is tegyük hozzá, hogy én voltam az a képviselő, aki nagyon-nagyon aki közel került ahhoz, hogy sikerüljön. Tehát, hogyha megnézzük a 2014-18-as vidéki választókerületeket, akkor a legjobbak között van az az eredmény, amit én elértem. Gyöngyöst egyébként mindig meg is nyertem, 14-ben és 18-ban is. De inkább úgy fordítanám meg ezt a kérdést, hogy ha, ha nem én. Nyerem meg ezt a választóket, akkor ki fogja? Tehát én, én úgy gondolom, és hát lehet, hogy ezt a kedves nézők most ilyen nagy képűségnek veszik, de én inkább a számokból indulok ki. Igen, de én meg azt mondom, hogy mitől nyerni, ha nem sikerült ez egy akkora pártelnökeként, mint a jobbik. Azért, mert 2020-ban szerintem egy más helyzet lesz az országon is, és a választókerületben is. Csak még azt a mondatot hagyj fejezem, mert szerintem fontos, hogy szerintem én tudok a legerősebb lenni ebben a választókerületben. Én tudom, megverni a Fideszt, és hogyha nem én indulok, vagy valaki más, akkor én jelen pillanatban azt látom, hogy ez a Fideszé lesz ez a mandátum. Mi van, hogyha mondjuk a Tisza párt elindított egy jelöltet? Hát akkor... Ugye, mondjuk 0,68%-ot, 100 százalékot értek el az európai parlamenti választásokon, a második reformkor párt, ők meg 30 százalék. Igen, de azt viszont tudni, hogy például a Heves megyében és Gyöngyösön értük el a legjobb eredményeinket, ott, ott 5 százalék feletti eredményeket értünk el most is a Tisza párt indítja egy jelöltet, akkor egy, akkor egy versenyhelyzet alakul ki, ennek állok elébe, és aztán meglátjuk, hogy ki az erősebb ott a választókerületben. Ugye itt most nem pártlistákról beszélünk, hanem itt arról beszélünk, hogy egyéni képviselőjelöltként ki tudja a legszélesebb ellenzéki választói réteget megszólítani. Én elmondtam tegnap is a sajtótájékoztatón, hogy én az ellenzéki pártokat, a bizonytalanokat és azokat a Legutóbb Fideszre szavazó, kormánypártra szavazó embereket is meg kívánom szólítani, akik már érzik, hogy változásra van szükség. Ugye 18-ban és 14-ben sem volt koordináció, most viszont azt mondja, hogy a körzetet nem szeretné csatatérre alakítani, konszenzus szeretnék teremteni ebben a választókerületben. A Változás Szövetségét akarja megteremteni. A Változás Szövetség az mit jelent? Ki lenne benne ebben hát a ezek szövetségben? A azokat az embereket jelenti, akikről itt beszéltem, tehát az ellenzéki pártok szimpatizánsait, a bizonytalanokat és a kormánypártból eltávozó vagy kiábránduló szavazókat. Pártokról a szavazókról nem Szav... pártokról. Egyelőre a szavazókról beszélek, mert én azt gondolom, hogy annak, hogy most itt pártok elmennek és ilyen mindenféle, ahogy szokták mondani, füstös szobákban alkukat kötnek, nincs itt az ideje. Én azt mondom, mindenki dolgozzon is. Majd jövő tavasszal eljön az ideje, amikor valószínűleg a pártoknak is, vagy a pártok jelölteinek is le kell tenni az asztalra valamit, hogy mit értek el ebben a választókerületben, és akkor majd eldőlött ki a legerősebb én. azért dolgozom, és azért jelentettem be ezt most, mert elszánt vagyok abban, hogy ez a én legyen. Akkor miért írt minden pártnak levelet, ezt is mondta, hogy írt. Ha nincsennek most itt az ideje, akkor mit írt abban a levélben? Még nem írtam meg ezt a levelet, csak azt mondtam el, hogy ahogy 2023. szeptemberében a 2RK, amikor megalakult, akkor is írtunk minden pártnak egy levelet, hogy bemutatkozunk, Kik vagyunk, mit szeretnénk? Én most is felveszem mindenkivel a kapcsolatot, elmondom, hogy mit szeretnék. Egyébként volt is már tárgyalásom, már tegnap az egyik párt helyi vezetőjével. Kivel tárgyalt? Hát ez magas labda volt. Tudom, magas labda volt, akkor elmondom, a Momentumnak a helyi vezetőjével tárgyalt, ami nagyon jó hangulatú beszélgetés volt, és az a célom, hogy megismerjem őket, illetve ismerem őket, megismertessem velük a programomat, az elképzeléseimet, ők is nyilván elmondják, de én most még párt alkukba vagy párt nem gondolkodom. Ja, de a végén akkor mégiscsak akar hogy koordinálni, mert akkor mi értelme hát, tárgyalni? Hát, hát de ezt, ezt, is elmondtam, hogy, hogy, a változás szövetségének a többséget kell képviselnie. Tehát egy az egyben kell kihívnunk Horváth Lászlót. Ugye Horváth Lászlónak hívják a Fidesz, talán mindenki ismeri az országban, ő ott a Fidesznek a, az országgyűlési képviselője. Én arra készülök, hogy egy az, egy az egyben küzdjek meg Horváth Lászlóval, mert akkor van esély leváltani őt, és az ellenzéknek is akkor van esélye nyilván. Azt szeretné, hogyha mindenki beállna ön mögé DK-tól, az MSZP-től, a Momentumtól, a, a Tisza Pártig, mert ez ezt jelenti. Én, én, azt gondolom, hogy én vagyok a legerősebb ellenzék, de nem kell felnőtt pártoknak mögé beállnia, az is elég, hogyha egy adott párt nem indít jelöltet, de ha már itt a DK-t is említette, azért hogy tegyem szóvá, mert ezt nem bírom magamban tartani, lehet, hogy azért most a dk nézők majd nagyon mérgesek lesznek. De Magyar Péternek és a Tisza pártnak van egy dolog, amit, amit, amit nem lehetünk elég hálások. Ez pedig az, hogy végre 2026-ban megvalósulhat az, amit én nagyon régóta szerettem volna, csak erre nekem 2018-ban nem volt meg a lehetőségem, meg az erőm, hogy egyszer úgy vágjunk bele a választásokba, hogy nincs ott Gyurcsány Ferenc, és nincs ott a DK-ben a formában. Tehát én, Miért gondolja, hogy nem lesz ott 26-ban erről egy mert, mert szóval mert, szóval Ott lesznek valamilyen értelemben, de én nagyon nagy hibának tartanám, és Magyar Péter nyilatkozataiból is azt olvasom, későn ebben én, ezzel, ezzel én abszolút egyetértek, hogy az ellenzéki pártoknak, az új ellenzékpártjainak nem szabad Gyurcsány Ferenc el nekivágni a választáson. De akkor kinek kellene ott lennie ön szerint a 26-ban a, 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 a ezért hogy Ezt ez... nyilván nem önök mondják meg, de hogy akkor kinek, kinek lenne jó ott lenni, ne legyen ott az MSZP, ne legyen ott nem, a DK, ezt, de mondjuk ezt, ott ezt, legyen a. Momentum. Ezt, majd az emberek, ezt majd az emberek fogják eldönteni. Ez egyelőre, itt ebben a pillanatban az én személyes véleményem, amit nem tudtam magamban tartani. Én azt gondolom, hogy mindenkinek dolgoznia kell, és jövő tavasszal majd eljön az a pont és az a pillanat, ahogy mondtam, amikor majd az összes pártnak. Ki kell tenni a kártyáit, ki mivel rendelkezik, milyen erővel, és ki mire képes a kormányváltásért. Én azt gondolom, hogy ennek a mostani időszaknak egy nagyon fontos következmény az, hogy új ellenzék születik, van születőben. Ez pontosan még milyen lesz, itt még nagyon sok minden. Nem tiszta a körvonalazódik, de az biztos, hogy egy új ellenzék fog felállni Huszadban, és ez szerintem egy jó hír. Ebben hol látja a második reformkor pártot? Mert hogyha megint az LP választás végeredményből indul, -ből indulunk ki, akkor miért gondolja, hogy igény van mondjuk erre a pártra, vagy erre a politikára? Mert nem abból az eredményből indulok ki, hanem abból, hogy szerintem van igény egy polgári centrum centrumpártra. Van igény egy olyan pártra, amelyik a Tisza párt mellett és legek a másik reformkorhoz illő, hogy használják egy ehhez illő képet, aki képes a tisztát szabályozni. De miért kellene a tisztát azért, szabályozni? Azért, mert, és akkor itt most megszólítom a kedves tiszapárti nézőket is, tehát azt a kérdést nekik föl kell tenniük magukban, hogy kormányváltást akarunk, oké, okay, én is azt szeretnék, és ezért nagyon sokat kell dolgozni. De ha kormányváltást akarunk, akkor nem elég a vezérváltás. Tehát az nem elég, hogy lesz majd egy ellenzéki kerekasztal, Magyar Péter beszélget Magyar Péterrel. Ha valóban kormányváltást szeretnénk, akkor annak több arcúnak kell lennie. Nem vezérváltásra, nem kormányváltásra van szükség, és ebben a feladatban, és utána meg szükség van egy kormányzásra. Tehát azért erről is érdemes beszélni, hogy leváltjuk a kormányt, oké, de hát tudjuk nagyon, hogy a Fidesz milyen erős. Utána egy nagyon stabil, nagyon jó kormányzásra van szükség. És én azt gondolom, hogy a 2RK, mint egy polgári centrumpárt, képes lehet arra, hogy ennek a kormánynak adjon egy olyan pluszt, egy olyan, egy olyan biztosítékot, egy olyan garanciát, ami akár a kormányváltás, akár az utána, utána a kormányzás sikeréhez hozzájárul. Ha most őre mondhatják azt, hogy bejelentkezett egy új kormányba 26 után, amit a Párt, hogy Magyar Péter fog vezetni, ezt így és kell és érteni? Az emberek fogják eldönteni. Én arra feladatra jelentkeztem a 2 rk val közösen, hogy az új ellenzék csak 2026-ban ezt a kormányt, mert Orbán Viktornak mennie kell. Tehát ez, ez, ez szerintem mindenki számára egyértelmű. Csak szerintünk, ahogy mondtam, a tisztát szabályozni kell, és nem csak vezérváltásra, hanem kormányváltásra is szükség van. Ő világos, mert ugye azt mondja, és ezzel kezdtük itt a kollégám is idézt, hogy a választást tétje a kormányváltás, Orbán Viktornak mennie kell az ellenzék nagyjából, ezt mondja 2010 óta 14 éve, de még egyszer sem sikerült leváltani, sorozatos kétharmadok lettek. És, ő... és akkor itt, jön be, elnézést, hogy belevágok a szavába, itt jön be az, amit, amit, mondtam a DK és Gyurcsány Ferenc kapcsán, hogy végre egyszer, vagy próbáljuk már meg Gyurcsány Ferenc nélkül. Tehát én a, őtől is kérem a türelmet, tehát egy választás nyugodtan kihagyhatta most már, de mindegy, úgyse fogja, meg nem is az ő szempontjából nem is szükséges. Hát én az annak, ő álláspontja önök... szerint abban ön is benne van, ugye hát, emlékszik abban, hogy kétharmad lett, ugye ő azt mondta, e, hogy 18-ban okay. mindenképpen, meg Siffer András, ugye nemrég van. ez. Így van, 2018-ban a választás eredményére én felelős vagyok. És én vállaltam is a felelősséget. Gyurcsány Ferenc mikor vállalta? Kérdezem. No, Mi alapján gondolja, hogy egy kormányban tudna lenni a Tiszapártal? Beszélt erről már Magyar Péterrel, mert a támogatottságuk nyilván megnyerő, például a Párt támogatottsága, vagy Magyar Péter támogatottsága, de mit tud például a programukról, vagy 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 mit tud egyáltalán róluk, ami alapján most azt mondja, hogy ön a, ebben a kormányban tudna lenni egy ilyen fék, vagy ellensúly. Ha jól nagyon ez keveset arról. tudunk erről a programról, és ez nekem óriási kritikám, Magyar Péter személyiségével kapcsolatban is nagyon sok aggály van benne. Én úgy gondolom, hogy ő túlságosan forró fejű és sokszor túlságosan felelőtlen. Most egy olyan szériában van, amikor azt gondolatja magáról, hogy a sors az örök győztesnek szemelte ki, csak ilyen ember nincsen. Úgyhogy, úgyhogy, én azt gondolom, hogy ezért is fontos a kettő a szerepe. Mi egy higgadt, nyugodt, konszenzusos politikát képviselünk, és én nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha 2020-ban a kormányváltás után Magyarországon nem az lenne, hogy cseberből vederbe esünk, és akkor most van egy, egy, egy populista Orbán Viktor vezette a kormányunk, aztán pedig jön egy populista Tiszapárt által dominált kormány, hanem jöjjön egy olyan kormánykoalíció, ahol a 2RK például képviselni tudja azt a higgadságot, nyugodtságot, amire ennek a magyar közéletnek szerintem szüksége lenne. Na hát kérdés, hogy a Tiszapártnak vajon szüksége van erre, vagy Ezt mi az álláspontja? Majd nem meg, meglátjuk, meg, hát nyilván a Tiszapárt. Tehát azért ebben neki is, nekik is van De Leginkább az embereknek. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.